look into both my eyes. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit az AMTS YouTube csatornáján, én Frenki vagyok, és ma folytatjuk a Nyereményautók nyomában című sorozatunkat. Tartsatok velem! Nemrégiben adtuk át a 2022-es nyereményautónkat, a gyönyörűen átépített MX-5-ös Mazdát. Ha lemaradtál róla, mindenképpen nézd meg az átadásról, valamint az autó történetéről szóló videókat az itt felugró linken. Ma viszont a 2014-ben épített és 2015-ben ünnepélyesen átadott Volkswagen Scirocco kapcsán láthattok és hallhattok némi oknyomozást. A történet rendkívül érdekes és meglehetősen kacifántos, de vajon megtaláltuk-e az autót? Hamarosan kiderül. Nos, mint mindig, a Scirocco is egy minőségi alkatrészekből gyönyörűen átépített autó volt, vagy még mindig az? Az autó kapott természetesen nagy alufelniket, egy komplett Rieger body kitet, MTM motortuningot és egy több millió forintos fényezést is, azonban ahogy a története, úgy a mostani videó elkészülte is rendkívül zavaros volt, oknyomozásom során készült számos anyagom elveszett és eltűnt az éterben. Megkerestem például Nokta Balást, akivel beszélgettem egy keveset a nyomozás előtt, ennek is egy része eltűnt sajnos, de azért most hallhattok ebből néhány apró részletet. Hát igazából a Scirocco-ra nyilván úgy lett a választás, hogy valamilyen különlegesebb autót kerestünk, akkor ezt találtuk egy helyi kereskedésben Debrecenben, ott vettük meg az autót, hazahoztuk, és akkor lett egy átalakítás, egyébként egy ilyen Rieger lett rajta, meg minden tűzös lett hozzá, nagy fekéti RS-réket adtunk rá, chip tuning lett benne, MTM-es lett a tuning benne, egy-egy bőr belső lett, hifi benne, stb. Igazából egy tök jól megépített autó lett, amit mert egy évig nem tudtuk, hogy mi a sorsa, igazából akkor még csak így megépítettük, nem tudtuk, hogy nyereményautó lesz belőle. Egy barátunk használta előtte, és akkor nyilván, amikor kiderült, hogy akkor az nyereményautó lesz, akkor nagyon vett sok jegyet, hogy akkor ő nyerjen. De volt egy csavar, hogy ugye nem tudtátok, hogy nyereményautó lesz, igen. És talán a speaker 2014-ben feltette a kérdést, hogy, hogy legyen-e, hogy ne akarjátok, hogy ez a nyereményautó? Igen, volt egy ilyen, és akkor nyilván ennek a nyomására lett az, hogy akkor az lett a 15-ös nyereményautó, aminek a jelentősége az mondom, hogy egyébként tényleg a szívünkhöz nőtt az autó, nagyon jó kis kocsi volt, fényező srác is nagyon jól beleszeretett a Jani, aminek az volt a következő, hogy vett 10 jegyet, sosem felejtem el, állt a színpad előtt, hogy ő nyerje, meg álltam fent, hogy csak ne ő nyerje. Tehát, hogy, mert hogy nehéz lett volna megmagyarázni, bár egyébként bárki megnyerheti, aki nem a csajom és a feleségem és a párom, és ugyanez vonatkozik, ugye, hogy nem a Laci csaja és feleség és pár és családtagja. De azon kívül bárki, tehát aki dolgozik a kocsin, az ugye nyilván megbízással dolgozik, hogy kifizettük a munkadíjat. De ki nyerte meg az autót? Hát itt jön az érdekes rész. Ugye a sorsa az lett az autónak egyébként, hogy egy olyan srác nyert, akinek nem volt meg jogosítványa, és csak a haverok felé van bezni, de ezért kitöltötte a papírt, és ő nyerte. Megvan a száma, tehát megpróbáltam felkeresni, és vele indítani ezt a nyomozást. Mondom, megpróbáltam. Nem akarta felvenni, aztán a következő héten sem, és azután sem. Majd egyszer felvette, ha jól gondolom, a barátnője, és azt mondta, hogy most nem ér rá, vissza fognak hívni. Hát ez azóta is hívnak. Tehát ez vakvágány volt. Ezek után tanácsot kaptam egy-két kedves nézőnktől, hogy merre vagy kinél lehet jelenleg az autó. Így hát kerestük, többen is. Az AMTS közösségi oldalai még egy felhívást is közzétettünk ez érdekében, hogy megtaláljuk az autó jelenlegi tulaját. Válasz azonban nem jött sehonnan, de később megtaláltuk a tulajt, és hosszú hetek eredménytelen próbálkozásai után elmondta, nem túl együttműködően,
hogy végül is nem szeretne ebben részt venni. Természetesen megértettük. Balázs azonban korábban mondta, hogy Gengelicki Jani, aki fényezte az autót annó, talán tudhat néhány dolgot, ugyanis őt sok minden kötötte ehhez a kocsihoz, így aztán... Szia, Frank! Hello, szia! Keressük itt a Volkswagen Sirocco-t, még ugye a 2015-ös nyereményautót, és azt beszéltük Balázzsal, hogy lehet, hogy úgy járnék a legjobban, hogyha esetleg téged kérdeznélek meg róla, vagy veled beszélgetnék róla, mert hogy nem igazán találtuk meg se a nyertes, se a mostani tulajt. Esetleg tudsz majd nekem ebben segíteni? Hát, amit tudok elmondod, persze. Na, szuper. Akkor tudnánk majd találkozni valahol? Igen, újra be hozzám. Jó, oké. És mikor lenne neked jó? Hát akár most is. Ó, nagyon király. Milyen mázli, hogy éppen úton vagyok, és már hozzád is tartok. Úgyhogy figyelj, szerintem hamarosan ott vagyok, és akkor dumáljunk már egy pár szót, légy szíves, erről a Sirocco-ról. Jó. Gyertek, várlak. Oké, köszönöm szépen. Ciao. Szia. Hát úgy néz ki, hogy végre ezen a vonalon talán valamennyire sikerrel fogunk járni a Sirocco felkutatásában. Úgyhogy menjünk Gengelicki Janihoz, aki tudtommal az autót fényezte annó még 2014-ben, és nézzük meg, hogy ő mit tud jelenleg az autóról, vagy milyen történeteket tud róla elmesélni. Ott találkozunk. És meg is érkeztünk Gengelicki Janihoz ide, az autófestékbolthoz. Hát én már nagyon kíváncsian várom, hogy mit fogunk megtudni az autóról. Menjünk be! Hello! Szia, Jani! Sziasztok! Figyelj, akkor, ahogy beszéltük is a telefonban, tudunk esetleg egy kicsit beszélgetni? Persze, jöjjünk le. Szuper, köszi. Hát végre itt nálad. Ugye beszéltük a telefonbeszélgetésben, hogy nagyjából miért akartalak téged megkeresni. Hát a Siroccóról van szó, amit 2015-ben nyert meg a becses nyertese, és azóta tulajdonképpen nem igazán tudjuk, hogy mi van az autóval. És ha jól gondolom, akkor ugye a helyszínből ítélve neked valószínűleg a fényezéséhez lehetett közöd. Mit tudsz elmondani a Siroccóról? Milyen élményeid voltak vele? Én úgy hallottam Balástól, hogy te azért valamilyen szinten kötöttél ehhez az autóhoz. Mit jelent ez? Igen, nagyjából én kötődök a legjobban ehhez a Siroccóhoz. Valóban én fényeztem ki az AMTS-en. És utána annyi szerencsém volt, hogy utána egy évig 2014-ben fényeztük az autót, és akkor 14 nyarán én elhordtam az autót, nálam volt találkozókra, rendezvényekre, hogy bemutassuk, és 15-ben volt ez nyereményautó. Én fényeztem, úgyhogy én vigyáztam a legjobban, hogy tényleg ne legyen semmi baja, hogy próbáljuk megőrizni abban az állapotban, amilyen az AMTS-en volt, és akkor így került a nyerteshez. És fél évvel, egy évvel később talán, úgy emlékszem, fölhívtak, hogy hát Krakóba összetört az autó, és megpróbálták ott kijavítani, mert nem igazán sikerült, úgyhogy telibe fényezték az egész autót. Azt azért mondd el, hogy szerinted miért nem sikerült, tehát gondolom a fényezése az autónak azért nem egy hát olyan alapkategóriás fényezés volt, történet volt. Egy különleges fényezés volt rajta, és ezt nem igazán tudták reprodukálni. Uh-huh. És aztán utána végül is te javítottad ki, vagy nem, ott visszakerült kin, még hozzád valamikor? Ott vagy? Kin a csehkeknél, ott Prága mellett valahol ott tört össze az autó, elől-hátul, és ott valami szervizbe elvitték, nem tudom, hogy nem volt jogosítványa, gondolom nagy autó ismeretese volt igazából, és ezáltal ott a helyi rendőrség vagy a helyi szervek az valahogy meggyőzte őket, hogy akkor vigyék javításra, vagy ott maradt, és akkor mindegy, valahogy ott kint lett javítva, nem hozták haza. Ha hozták volna, nyilván meg tudtuk volna javítani eredeti állapotába, de így nem sikerült. Hasonló szint kapott, egy hasonló narancsszint, de nagyjából ugyanúgy néz ki, tehát a régi oldatokat visszavásárolták rá, úgyhogy esztétikailag ugyanúgy néz ki, mint
akkor az MTS-en, csak kicsit másabb a színe. És egyébként az, hogy te így elhordtad egy-két helyre, ha ez így kicsit részletesebben mit jelent? Ha jól tudom, még talán Prágában is voltál az autóval? Voltunk, igen. Hát akkor éppen voltunk Prágában. Bodensében nem tudom, hogy annó ki elvittük, arra már emlékszem. Mm. Prágában meg szerintem még Krakkóba is elvittük. Mm-hmm. Meg hát Magyarországon, amik vannak autós találkozók, rendezvények, oda hát azért így volt időd akkor megszeretni volt, az autót. Igen. És amúgy csak mondjuk neked például személyesen csak ez az autó, ami úgy kimondottan tetszett, vagy a Sirocco alapból is, vagy lett-e utána másik Siroccód, hogy... Hát nagyon megszerettem, úgyhogy két évvel később vettem is egyet magamnak, uh-huh. és akkor azt is megépítettem. Az kék színű lett, hogy mégse a narancs legyen, az kék színű lett, úgyhogy igazából teljesen más irányba elindult, de az is ugyanúgy egy 4-es TSI Sirocco volt. Tehát a Sirocco azért nálad megszerettem, ez a forma szerintem fantasztikus. Nagyon jó. És ha jól tudom, egyébként nem csak a Sirocco, hanem hogy konkrétan ez az autó is nagyon tetszett neked, vagy ilyesmi. Én hallottam ilyesmit, hogy talán vettél több belépőjegyet az AMTS-en, hát vagy igen. Ilyesmi. Erről így mit tudsz nekünk mondani? Hát igen, minden ismerősömnek vettem belépőt, aztán inkább megpróbáltam visszanyerni, de nem sikerült. Te szurkoltál, hogy megnyerhesd, a Balázsék meg szurkoltak, hogy csak ne te nyerd meg, mert az mennyire gáz lenne, és utána pedig megnyerte valaki, aki rá egy évre, vagy talán egy éven belül meg összetörte. Igen. Hát én nekem nem 3500 forint volt a Sirocco, nekem kicsit többbe került a kék, de hát ez van. Ja, ja. Ő volt a szerencsés. Hát igen, szerencsés, aztán meg szerencsétlen. És én azt még neked nem mondtam, hogy mi felkerestük, vagy megpróbáltam felkeresni, ugye ebben a sorozatban ezzel igyekszem foglalkozni, hogy felkeressük a mostani tulajt, hogy esetleg megtaláljuk az autót, vagy a nyertest felkeressük, hogy el tudjunk indulni egy vonalon, hogy vajon mi lehet most az autóval, mert azért minket nagyon érdekel, és hála Isten nagyon sok embert érdekel, hogy mi lehet az egykori nyeremény autókkal. És hát az a helyzet áll fönt, hogy se a nyertest nem tudtuk elérni, egyszer fölvette nekem, mondta, hogy majd visszahív, azóta is hív, utána pedig sem a mostani tulajt nem tudjuk elérni, illetve el sikerült érnünk, de csak annyira, hogy ő mondta, hogy tőle távol áll az egész, és nem hajlandó se a kocsival mutatkozni, illetve nem nagyon akar róla beszélni. Ezért azt kérdezném tőled, hogy te tudsz-e valamit arról, hogy most mi lehet az autóval, vagy hogy merre lehet, láttad-e esetleg valahol? Ezt a Prágában, amikor szört ez az autó, akkor szerintem ott így nagyjából elengedte ezt az egész autózást. Amúgy sem volt nagy autós ember, ha nem volt jogosítványa. Mm, yeah. De akkor ott szerintem végleg elengedte ezt az autót, vagy az autózást, azt nem tudom. A lényeg, hogy hazakerült ez az autó Magyarországra, viszonylag hosszú idő után, és lejárt a műszaki róla, és egy garázs, egy kert végében ott állt. Uh-huh. Arról van is pár fényképen. Én annó nem is tudom, hogy valahogy hogy a használt autó hirdetése látta valaki, és átküldte nekem valami, ilyesmi, és akkor én elmentem megnézni ezt az autót személyesen. Úgyhogy gyakorlatilag tényleg a 35-es fűbe ott állt a kert végében. És megpróbáltam megvenni, nem tudtam megegyezni a tulajjal, és akkor utána egy évvel később, két évvel később valaki látta az utcán ezt az autót. Azóta általában itt valahol környékén rohangál, én is találkoztam vele, illetve kétszer is találkoztam már vele az utcán. Na, ez érdekes. És így távolról mit gondolsz, milyen fényében van most a kocsi? Igazából ránézéshez szépen egyben van. Tehát látszik, tisztán van tartva, van gazdája, tehát hogy ilyen formán azt mondanám, hogy úgymond jó helyre került az autó szegről végről, de azért volt egy kacifántos élete abban a 3-4 évben. Ja. Hát ennek azért örülök, hogy legalább valaki látta, és hogy azt mondod, hogy úgy néz ki, hogy nagyjából jó karban van a kocsi, de annak viszont nem nagyon örülök, hogy ezt az elmúlt 7 évet nagyjából egyáltalán nem tudtuk nyomon követni, se egy olyan történet nincs róla, hogy egy tulajjal tudtunk volna beszélni. Vagy a nyertessel. Viszont a tulajok nélkül is úgy néz ki, hogy történetek azért vannak bőven, és hogy valóban azért megjárt jót és rosszat ez az autó bőven, mióta a nyerteshez került, meg hát utána azért gondolom néhány tulajváltás is volt, stb. Tehát biztos.
azért legalább megtudtunk egy-két dolgot. Esetleg képet csináltál róla, amikor láttad? Vagy, igen, persze. Tehát hogy azért ez nekem is nagy élmény találkozni olyan autóval, ami meg hát szerintem mindenkinek, aki látja azt az autót és felismeri, ami az övé volt. Valamikor volt valami, közel. Igen, azért az mégiscsak on jó érzés, úgyhogy persze lefényképeztem. Na, szuper, akkor ezeket majd ide beszúrjuk, hogyha átküldenéd, annak nagyon örülök. Hát akkor ennyi, mert tudtuk, hogy hála Isten, idézőjelben életben van az autó, és rója az utakat, ennek nagyon örülök. Annak sajnos nem, hogy mi most személyesen nem láthatjuk, és nem járhatom körbe, és nem nézhetek bele, nem nézhetem meg, hogy mi történt azóta vele, illetve, hogy mondjuk mennyire szereti a tulaj, mik a véleményei róla, vagy a nyertesnek mik voltak. Ez egy elég nagy fájó pont ebben a történetben, de annak nagyon örülünk, hogy az autó él és virul, működik, és hála Isten jó gazdánál van. Meg hogy itthon van. És hogy itthon van, igen. És hogy használják, és nem úgy, mint néhány évvel ezelőtt egy kert végében áll a 30 centis fűben, ahogy mondtad. Igen, műszaki nélkül. Ennyi, igen, ennek örülünk. Hát ez lett volna a nyereményautók nyomában harmadik része, amikor is megpróbáltuk több-kevesebb sikerrel megkeresni a Volkswagen Sirocco-t, amit 2015-ben nyert meg a Becses nyertese, és amit 2014-ben építettek a srácok, és köztük Jani is az AMTS-en. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, én köszönöm neked az interjút, sziasztok! Sziasztok!